Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balogh Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, szakértők szerint rendben az épülő szexárdi úszoda. Racionalizálás, több 10 millió forintot spórol meg a dombóvári önkormányzat. 120 helyett 5,5 millióból javítják ki a medencét, a polgármester szerint július 1-ére kinyithat a szexárdi strand. A természet megújulása, a Szentlélek ünnepe, a párválasztás időszaka, számos népszokás és hiedelem kapcsolódik a pünkösthöz. Műszaki szakértők szerint nincsenek olyan tervezési és kivitelezési gondok a szexárdi sportuszodánál, amik miatt ne lehetne befejezni az építkezést, ezt Ács Rezső szexárd polgármestere mondta pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. A polgármester arról is beszélt, hogy az éhen szexárd frakció 200 férőhelyes parkolóházat építene a belvárosban, ám Ács Rezső szerint ez az egyetlen beruházás szinte a teljes pályázati forrást felemésztené, ami miatt így nem lehetne kellő mértékben növelni a zöld felületek számát Szexárdon. A héten szakértő és műszaki bonyolító is szemlét tartotta az épülő szexárdi sportuszodában. Mindketten azt mondták, hogy ugyan vannak kisebb hibák a kivitelezésben, ám ezek nem olyan mértékűek, amik miatt ne lehetne befejezni a beruházást. Ezt mondta Ács Rezső szexárd polgármestere szokásos pénteki hétértékelőjén. Folyamatosan folyik a projektnek a végivitele és a beruházás, úgyhogy reméljük, hogy az év hátralévő részében tulajdonképpen a úszoda beruházás el tud készülni. A pénz megvan rá, úgy látszik, hogy műszakilag akkor olyan elegetegentő gondok nincsenek minden előkező híreszelés ellenére, úgyhogy hamarosan a szexárdiak lesz, úszodájuk majd. Hétfő óta működnek a szexárdi óvodák és bölcsödék, a szülők egyelőre nem léphetnek be az épületekbe, bent pedig folyamatosan fertőtlenítik a tereket az ott dolgozók, az ehhez szükséges eszközöket az önkormányzat biztosítja. Ács Rezső azt mondja, egyre több gyerek tér vissza az intézményekbe, a nagyjából 1000 fős létszámból az első hét végére már több mint 620 férőhelyet töltöttek fel a szülők. A hétértékelőn téma volt a zöldváros projekt is. Ennek részeként több mint 1 milliárd forintból növelik a zöld felületet Szexárdon, és mások mellett parkolókat alakítanak ki. Ács Rezső azt mondja, a héten egyeztetett az éjjel szexárd képviselőivel, akik a pénzből 200 férőhelyes, 5-6 emeletes parkolóházat építenének az egykori fűtőműhelyére. Szexárd polgármestere szerint viszont egy ilyen eredetileg nem tervezett beruházás szinte a teljes pályázati összeget felemészteni, ha egyáltalán a pályázat kiírója engedélyezi a már jóváhagyott tervek módosítását. Akkor az öltfelületnövelésre, parkosításra, fős területeknek a növelésére nem lesz forrásunk és lehetőségünk sem, márpedig a zöldváros pályázatnak ez egy fontos eleme volt, hogy ilyet kell megvalósítani. Ács Rezső a pünkösdi hosszú hétvégéről is beszélt. Idén a koronavírus miatt elmarad a hal és vadünnep és a Hári János mesefesztivál, de a hétvégén több sarokkoncert is lesz a városban, vasárnap délután pedig 3 játszótéren is tartanak mini gyereknapokat. A hónap utolsó napján reggel 9 órakor pedig koszorúzásra kerül sor a világháborús hősök szobrán. Egyre több széndioxidmentes villamos energiát állítanak elő az unió tagállamai. Tavaly a teljes termelés 60%-a keletkezett ilyen módon, olvasható Paks 2 honlapján. A legnagyobb karbonsemleges villamos energiaforrása nukleáris energia volt. A tisztán termelt áram 49%-a származott atomerőművekből. A teljes villamos energia termelésből a nukleáris energia 28%-kal vette ki a részét. Magyarországon a megtermelt villamos energia 56%-a karbonmentes forrásból származott, ennek 90%-át a paksi atomerőmű állította elő. Számos intézkedést hozott Dombóvár polgármestere annak érdekében, hogy minél kisebb veszteséggel járjon a koronavírus járvány a város számára, és helyreállítsa a város költségvetését. 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát, az iskolák, művelődési házak szeptemberi újraindulásáig több dolgozót nem, vagy csak 4 órában foglalkoztatnak. Az önkormányzat ezentúl több 10 millió forintot spórol egyéb költségek csökkentésével. Busz fordul ki Dombóvár fő utcáján. Ilyen járműből kevesebb közlekedik a városban mostantól. Mintegy 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát a kihasználatlanság miatt. A járat ritkításon 15 millió forintot spórolt a város. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, erre az intézkedésre mindenképp szükség volt. A városban ma is csak jelenleg tömegközlekedésben 40% működik eljárat,
de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és rávilágítottunk, és kiemeltük a lakosságot előtt, hogy a helyközi járatokat is vegyék igénybe, hiszen azzal lehet pótolni ezt a kieső 60%-nak nagy részét. A sportegyesületek önként mondtak le a nekik szánt önkormányzati támogatás 25%-áról, ami nagyságrendileg 7 millió forintot tesz ki. Az önkormányzatnál a rendezvényekre szánt keretet pedig mintegy 50%-kal visszavágták. Ezentúl a konyhákat működtető integrált szolgáltató vállalatnál augusztusig 4 órás munkarendet vezettek be, tekintettel arra, hogy 1400 adag helyett 200 adag ebédet kell csak főzni. A művelődési ház és a könyvtár pedig bezárt 3 hónapra. A szeptemberi újraindulásig az ott dolgozók munkanélkül maradtak. Az óvoda 60%-on, a bölcsöde 90%-on működik jelenleg. Dombóvár polgármestere már akkor módosította szabályokon és felemelte 5 főről 10 főre a csoport létszámot, amikor még a kormányzati enyhítés nem történt meg. Már az első napokban ugyanis közel 100 gyerek érkezett az oktatási intézményekbe, és a szülők folyamatosan jelezték, hogy vinnék gyermeküket. Pintér Szilárd azt mondta, a racionalizáló döntésekre azért volt szükség, mert a város a koronavírus járvány és egyéb intézkedések miatt jóval kevesebb pénzből gazdálkodhat. Nagy kiesés például az 54 millió forintnyi gépjármű adó, de egyéb bevételektől is elesett a település. Ha 2021-ben sem az önkormányzatokhoz folyik be a Dombóváron mintegy 100 millió forintnyi gépjármű adó, az további kérdéseket vet majd fel. Azt felől sem hunyhatunk szemet, hogy azok a vállalkozások, akik itt a válságban vagy a pandémiás időszakban nem dolgoztak, jövőre jóval kevesebb iparőzési adót fognak fizetni, mint őt tették idén. Tehát azt gondolom, hogy az a hiány, amely ebből a helyzetből és egy kormányzati intézkedésből következett, Dombóvár esetében is meg fogja adni 200 millió forintot. A beruházások azonban folytatódnak a városban. Így például a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is javában zajlik. A Dombóvári Sport és Szabadidő Centrum is meg fog épülni, bár a források egyelőre még nem állnak maradéktalanul rendelkezésre. Június 2-án újraindul az élet a bátaszéki polgármesteri hivatalban, ugyan nem áll vissza minden a régi rendbe, mert az óvintézkedéseket be kell tartani, mind az ügyfelek, mind az ügyintézők érdekében, de fokozatosan megkezdik a személyes ügyfélfogadást. A bátaszéki önkormányzat döntése alapján június 2-ától a dolgozók már a hivatal épületében folytatják a munkát, biztosítva ezzel a személyes ügyfélfogadás lehetőségét. Az ügyfélfogadási napok ugyan nem változnak, de a nyitvatartási idő rövidül. Hétfőn 8-tól 12-ig, szerdán 00:30-tól 17-ig, pénteken 8 órától délután 2-ig intézhetik el hivatalos ügyeiket a lakosok. És megváltozik az ügyfélfogadás helyszíne is. A szociális irodában alakítunk ki egy ügyfélfogadó teret, ahol 3 munkaállomást alakítunk ki. Egy hatósági ügyintéző, egy adóügyi és egy városüzemeltetési ügyintéző várja majd az ügyfeleket, úgyhogy ezzel gyakorlatilag az összes létező ügytípusban az ügyfelek itt tudják az ügyeiket a továbbiakban intézni. A dolgozók és az ügyfelek megóvása érdekében Plexi választja majd el az ügyfélteret az ügyintézőtől, de az önkormányzat dolgozói azt kérik a lakosoktól, hogy mindenképpen viseljenek szájmaszkot és kesztyűt, valamint használják majd a kihelyezett kézfertőtlenítőket. Pénztár minden héten szerdai napokon 10-től délig fog működni, úgyhogy ebben is azért változást eszközöltünk, és kicsit rövidebb időtartamba, és így is próbáljuk védeni a dolgozóinkat. Amíg tart az iskolai időszak és az online oktatás, addig azoknak a dolgozóknak, akiknek kisgyermekük van, az önkormányzat továbbra is biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ettől függetlenül a hivatal működése biztosított. 5,5 millió forintból javíthatják ki a szekszárdi strand élménymedencéjének burkolatát. Ács Rezső polgármester szerint a szerződés aláírása után kezdődhet a kivitelezés, amivel június közepéig végeznek, és június 1-jére kinyithat a fürdő. Áprilisban tartottak bejárást a szekszárdi strandon, akkor vált világossá a közvélemény előtt is, hogy az élménymedence használhatatlan állapotban van. Hogy a csempék lejöttek vagy leverték, azt a rendőrségnek kell majd kiderítenie, mert Ács Rezső polgármester feljelentést tett az ügyben. Korábban volt olyan vélemény, ami szerint 100-120 millióba kerülne a strandnyitás, de végül 5,5 millió forintból megoldódhat az élménymedence javítása a szekszárdi fürdőben, ami elég ahhoz, hogy a strand kinyithasson július elején, mondta Ács Rezső polgármester még az épülő fedett uszadában tartott sajtótájékoztatón. Én azt kértem, hogy legkésőbb 7. 1-jével nyisson ki,
De miután jogilag csak a város tudott lefolytatni közbeszerzési eljárást három pályázóval, ez meg is történt, ki lehet választva nyertes, 5,5 millió font is ajánlatot tett, és most már tulajdonképpen csak a szerződést kell aláírni, és el tud kezdődni a burkolás. A polgármester elmondta, elfogadták az élményfürdő által javasolt három lehetséges kivitelezőt, akiknek ajánlati felhívást küldtek, bár mindhárman szekszárdiak voltak, közülük csak egy vállalkozó jelentkezett a munkára. Ács Rezső szerint június 15-ig befejeződhet a medence javítása, utána próbaüzem, vízmintavétel, és július 1-én kinyithat a strand. Már zajlanak a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából tartott emlékműsor TV felvételei Szekszárdon. Idén rendhagyó módon közönség nélkül mutatják be a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Magyarországi Német Színház által összeállított műsort. A teljes anyagot a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook csatornáján június 4-én délelőtt 11 órakor teszik közzé, és aznap televíziónk is bemutatja. Dac fogott el, és furcsa makacság, de nem mondtam ki azt a szót soha, és most már nem is tudom kimondani. Kora délelőttől délutánig próbálták a Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a színészek és az előadók. A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központ felkérésére a Magyarországi Német Színház színészei vendégelőadók bevonásával állították össze a műsort. Olyan szövegeket, verseket és rövid szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből. Akkor figyelem, próba lesz! A koronavírus járvány miatt idén nem csak a próbák, hanem az előadás bemutatója is közönség nélkül zajlik majd. Az emlékbeszédet Ács Rezső szekszárd polgármestere mondja, televízió munkatársai pedig az egész műsort felveszik. A közönség nélküli előadás igazi kihívás a műsorban résztvevőknek. Teljesen más, tehát hogyha most élőben játszanánk, akkor egy nagy kompozíciót kellett volna létrehoznunk, egy összszínpadi képet, amiben mindenki tudja, hogy mikor, hova megy. Most pici epizódokat fogunk fölvenni, ez egy egészen más hozzáállást igényel. A Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook csatornáján június 4-én délelőtt 11 órakor teszik közzé, és aznap televíziónk is bemutatja. A pünkösd eredetileg egy vallásos ünnep, ami a húsvét után az 50. napon kezdődik, de számos népszokás és hiedelem is kapcsolódik hozzá, amik a természet megújulásával fügtek össze. Ezek közül kiemelkedik a pünkösdi királynéjárás, a pünkösdi király és királyné választás. Ilyenkor táncmulatságokat, párválasztó ünnepségeket is tartottak az emberek. A sárközben ezt az időszakot zöld farsangnak is nevezték, ezen a tájegységen egyéb érdekes tradíciók is elterjedtek. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második nap. Énekelve vonultak népviseletbe öltözött lányok ezen a felvételen. Régen többek között így, táncolva, úgynevezett pünkösdi királyné járással ünnepelték a pünkösdöt. Ilyenkor termékenység varázsló mondogákat is mondtak. A pünkösdhöz egyéb népszokások, hiedelmek kapcsolódtak. A legismertebb ezek közül az előbb említetten túl a pünkösdi király és királyné választás volt. Ez hatalmas előnyt jelentett. A pünkösdi király egy évig mindenféle lakodalomra, mulatságra hivatalos volt. A kocsmában ingyen ihatott. A lovát legénytársai gondozták. Kisebb vétségek elkövetése felett pedig szemet hunytak a közösség tagjai. Ezentúl pünköstkor egyéb mulatságokat, szertartásokat is tartottak az emberek. Zöldánkordás, táncmulatságok, különböző tavaszi játékok, párválasztó, udvardozogások, nem véletlen, hisz a sárközben például ezt az időszakot a húsvét és a pünkösd közti időszakot zöld farsangnak is nevezték, ugye ami a farsang volt a megismerkedésnek a fiatalok párválasztásának időszaka. Régen nem csak május 1-én, hanem pünköstkor is állítottak májusfát, ami a zöldelő ághoz hasonlóan a természet állandó megújulását szimbolizálja, valamint az udvarlás szándékának is kifejezője volt. A Tolna megyei német nemzetiségnél azonban egy egészen szokatlan családi tradíció terjedt el. A pünkösdi lustálkodónak, vagy a pünkösdi lustának a megjelölése családon belül, ez azt jelentette, hogy aki a családban
legkésőbb kell föl pünkösd korátalában, valamelyik jelekről van szó természetesen, ezt nevezték ugye pünkösdi lustának, és ez rajta maradt a következő esztendőig ez a kifejezés. A pünkösd eredetileg egy vallásos ünnep, ami a húsvét után az 50. napon kezdődik, de nem sok mozzanat fedezhető fel a zsidó kultúrkörből átvett eredetéből, mondta Csapai János, múzeológus, néprajzkutató. Az ünnepeink közül ugye a pünkösd az az ünnep, ami érdekes módon ugye a keresztény ünnep, az egyházi ünnepeknek, vagy fő egyházi ünnepek sorába tartozik, ugye karácsony, húsvét után a pünkösd a harmadik fő ünnep. Viszont a pünkösdi hagyományok kötődnek a legkevésbé a Bibliában leírt eseményekhez. A pünkösd 2020-ban május végére esik. Pünkösd vasárnap május 31-én, pünkösd hétfő pedig június 1-én van. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Június 2-ától kinyitnak az iskolák, kis csoportos foglalkozásokat tarthatnak és felügyeletet is kell biztosítani. 500 millióval károsították meg a költségvetést, szójával trükközött a lebukott bűnbanda. 26 nap alatt tekerték körbe a földet, 170-en csatlakoztak az online pécsi kezdeményezéshez. Június 2-ától ismét kinyitnak a hazai iskolák, az intézményekben kis csoportos konzultációkat és felzárkóztató foglalkozásokat tarthatnak a tanárok, emellett június 26-áig biztosítani kell a gyermekfelügyeletet is. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője elmondta, Pécsett és környékén alig 20 család jelezte igényét a felügyeletre. Nagy Erzsébet hozzátette, bár a jogszabály pontosan megfogalmazza az iskolák újranyitására vonatkozó szabályokat, a szakszervezet szerint ez a lépés szakmailag nem indokolt. Június 2-ától kinyitnak az iskolák Magyarországon, ezt még az oktatási államtitkár jelentette be május 20-án. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, az intézményekben a tanév végéig marad a digitális oktatás, így a diákoknak nem kötelező bejárniuk. Azonban az enyhítés lehetőséget ad arra, hogy kis csoportos konzultációkat, egyéni felkészítést vagy felzárkóztató foglalkozásokat szervezzenek. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője stábunknak elmondta, emellett gyermekfelügyeletet kell biztosítaniuk az iskoláknak. Az ügyeletet kell nekik biztosítani június 26-áig, nem tovább, hanem június 26-áig, és hát ebből azért vannak iskolánként néhol félreértések. Van, ahol például egész nyárra be akarják osztani a pedagógusokat külön díjazás nélkül, ami totálisan jogsértő. Most egyébként pont ezeknek az ügyeknek járunk utána. Nagy Erzsébet szerint az iskolák újranyitása, bár szakmailag nem indokolt, a jogszabály pontosan megfogalmazza az erre vonatkozó szabályokat. Például legfeljebb 5 fős csoportokban tartózkodhatnak a gyerekek az intézményekben. Pécsett egyébként 4 iskolát jelöltek ki, ahol biztosítják a felügyeletet. A PDS ügyvivője azt mondta, egyelőre erre nem mutatkozik nagy igény. A PDS végzett egy gyors felmérést, és hát azt tudom mondani, hogy Pécsett és Pécs környékén nagyjából olyan 15 és 20 fő között kértek iskolákban felügyeletet. Vannak olyan iskolák, ahol egyáltalán nem, tehát igazából olyan nagyon nagy mérték igény nem merült fel a szülők részéről a felügyeletre. A szabályozás egyébként kitér arra is, hogy azokat, akik lakóhelyüktől nagyobb távolságra jártak iskolába, most igény esetén a lakóhely szerinti iskolának is fogadni kell. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a családok megoldják a felügyeletet, tette hozzá Nagy Erzsébet. Rács mögött a visszaeső szójás áfacsalók, a pécsi járásbíróság döntött előzetes letartóztatásukról. Noha korábban már lebukott, újra szójával próbálkozott a most letartóztatott 3 férfi, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, az elkövetők 500 milliót tettek zsebre. Ez az a szója termék, amivel trükköztek az áfacsalók, akikre most csaptak le a NAV nyomozói. A bűnbanda Szlovéniából, szlovák strómanok nevén lévő cégektől vásárolta azt a brazil szóját, amit itthon áfa nélkül adott tovább üzleti partnereinek. Nem először kell felelniük ilyen bűncselekményért. A korábbi esetben a jogosulatlan áfa visszaigényléssel dolgoztak, viszont most módszert váltottak, és most tisztességtelen piaci előny megszerzése volt az elsődleges céljuk, ugyanis pont ugye az áfa meg nem fizetésével versenytársaiknál jóval alacsonyabb áron tudták értékesíteni a terményt.
Az elkövetők egy saját könyvelőirodát is fenntartottak. Ennek keretében intézték az adminisztrációs teendőket, banki ügyintézést, EKR bejelentéseket és a továbbszámlázást. A céglánc alatt mintegy 500 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtti akció után a NAV nyomozói a napokban ütöttek rajtuk ismét. Az elkövetők a bűncselekmény miatt akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak. Ugyanis bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalása vált a 3 férfival szemben. A nyomozók őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket. A pécsi járásbíróság a bűnismétlést is figyelembe véve elrendelte letartóztatásukat. 26 nap alatt sikerült körbetekerni a Földet, természetesen virtuálisan. A pécsi kezdeményezéshez 170-en csatlakoztak, ezért sikerült 2 héttel előbb célba érni, mint tervezték. Voltak, akik spinning biciklin tekertek, de olyanok is akadtak, akik az országúton teljesítették a vállalt kilométereket. A szervezők a közeljövőben egy még nagyobb létszámú, még hosszabb távú virtuális akciót indítanak, annyit árultak el, hogy a világűrbe is kilépnek. 5 óra 26 perc alatt tekerte körbe a Balatont dr. Cselik Bence. Mindezt a korábbi maraton és akadályfutás helyszínén, Anyósa kertjében teljesítette az egyetemi agyunktus egy spinning biciklin. Ez a 200 kilométer volt annak a pécsi kezdeményezésnek az első állomása, melynek az volt a célja, hogy a résztvevők 40 nap alatt összesen több mint 40 ezer kilométert teljesítsenek. Az akció sikeres volt, és mindössze 26 nap alatt sikerült körbetekerni a Földet. Egy ilyen 5,5 óra volt a Balaton körbetekerés, az nehéz volt, de hát ezek szerint egy jó löket volt ennek az egész kezdeményezésnek, és akkor sikerült szerencsére körbetekernünk. Utána még beletettem azért 1-2 kilométert, 10-20-30 kilométert, de például a boltba is biciklivel mentem le. Összesen 170 résztvevője volt az akciónak, de nem csak hazánkban, hanem Finnországban, Angliában, Horvátországban és Németországban is tekertek. Valaki bent a szobában, valaki kint a kertben, de voltak olyanok is, akik az országúton teljesítették vállalásukat. Hát arra nem számítottunk, hogy ilyen hamar és ennyien, több mint 170 résztvevő lett, akik aktívan teljesítettek. Igazándiból nem volt korlát, nem volt regisztrációs felvétel vagy feltétel. Az, aki szeretett volna biciklizni, akár szobakerékpáron, akár országúti kerékpáron, bárki bárhonnan csatlakozhatott. A Föld körbetekeréséhez többek között a Fitbike-os csapat is csatlakozott. Dinya Illés egész családja adott kilométereket az akció sikeréért. Ugye nálunk az egész pici gyerekektől, gyerekek is vannak, ugye 3,5 éves a legkisebb, ő is volt, hogy 7,5 kilométert tekert a spinning biciklin, de a nagyobbik, aki 6 éves elmúlott, volt, hogy 20 kilométert tekert, tehát több mint egy órán keresztül a spinning biciklin volt. Hát természetesen a felnőtteknek meg ugye ezek után kutyakötelességük volt teljesíteni a napi 15-20-30 vagy még több kilométereket. Ez mellett azért mentek a kinti biciklizések is a család részéről is, és abba belekapcsolódtak akkor a gyerekek is, persze akkor ők sokkal kisebb távokkal. Király Dóra elárulta azt is, hogy az akció folytatódik, de hogy meddig kell virtuálisan tekerni, az még titok. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Hétértékelő, szakértők szerint rendben az épülő szexárdi úszoda. Racionalizálás, több 10 millió forintot spórol meg a dombóvári önkormányzat. 120 helyett 5,5 millióból javítják ki a medencét, a polgármester szerint július 1-ére kinyithat a szexárdi strand. A természet megújulása, a Szentlélek ünnepe, a párválasztás időszaka, számos népszokás és hiedelem kapcsolódik a pünkösthöz. Szombat délelőtt még Zömében erősen felhős idő várható, elszórtan záporeső is előfordul. Délután csökken, szakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Vasárnap délelőtt borult, esős időre kell számítani. Hétfőn előreláthatólag vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de ismét bárhol kialakulhatnak kis körzetet érintő záporok, zivatargócok. Mérséklődik a légmozgás. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, és az előző napokhoz képest kevesebb helyen várható csapadék, de elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporesők. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!